Ha szétverlek itt mindjárt! Ha mire vár ezt te bazeg? Nézd itt ki a fejébe ez a szar is itt! Menjünk már bazd meg! Na figyeljetek ide, föl kell konferálni itt nekem a dolgokat! Bármi belevágunk! Érdenálva könyörgött itt nekem a Volvo. Van egy új kamionuk, amit meg kéne mutatnom, mert nektek érted azért. Főkértek, hogy látták, hogy itt azért... Nem tegnap előtt óta vagyok a szakmában, aztán... Érdenálva könyörögtek, hogy... Lajos bácsi, legyen szíves. Hát mondom, ide figyeltek, én a Volvo-t nem szeretem, én a Volvo-t azt utálom. Így megmondtam nekik. Én nem picsászok, tudod? Én megmondom. Aztán csak hogy néztek, hebegtek, habogtak. Aztán mondtak egy összeget, mondom. Néztek föl az égre, mondom, ne az eget nézzétek, bazdok, az összeget vigyétek föl ilyen, bazdok. Akkor te kicsikét komolyabbat álmodtak. Mondom, ide figyelj, nem úgy van ám az. Mondom, bazdok, ennyi pénzért föl se kellek ilyen engem, nem te bője vagy te, bazdok, minek néztek ki engem, ebből bazdok. 10 karton sör ki se jön, bazdmeg. Minek néztek ti engem? Érted? Úgyhogy itt azért... Mindjárt itt egy olyan kamion fog bennünket várni majd valahol. El kell intézni, bazdmeg, itt hol vagyunk mi közben, gyerekek, várjál. Mi a lófasz folyik itt? De nekem ez a gyenge elmény, mit kavart itt? Megint bazd meg. Há, hol vagyunk mi, hello? Ne vagyunk parkolva alá, faszára kettővel, gyerekek, körbe vagyunk véve, tehetek, nem taxisok? Bazd meg. Mi? Há, nézd már oda! Itt valami nagy csinogli van a dologba. Itt valami nem oké. Látod? Itt valami van. Lehet megpróbálnak bennünket itt megint ellehetetleníteni. Az meg. Mi van? Nekem mi köszön van ehhez? Mi? Azt gondolj, te ilyen hülyének néztek, hogy én ide így parkolok le, ne basszatok ki velem, én mikor parkoltam le ide így? Hát nem magyarázzatok már ilyen dolgokat. Ne sértegessetek, itt sértegettek? Mi? Ne sértegessetek! Ha hogyan? Én ilyenekkel nem érek rá itt foglalkozni. Bazd meg! Ha hogyan? Hát ez... Hát elmennek itt a picsába ezek a szarok itt, ezek... Sklep, ezeket föl fogom itt jelenteni, bazd meg! Az egész társulatot, ugye, hogy van? Ott hátul fogom őket elássi majd. Elásatni. Hát nem úgy van ám az. Gyerekek. Hát te persze, blokkád alá vesznek bennünket. Pazdmeg, a vezetékeim ki vannak tekeredve, csavarodva. Figyelj, de nem lehet így. Nem lehet így, bazdmeg. Látjátok, hogy itt mennyire szar helyzetben vagyok. Itt hagyom a kocskosit a büdös picsába nekik. Elmentek a jó édes anyjukba. Ha velem itt nem basznak ki. Én megmondtam. Ha figyeljetek itt, el kell menni a garázsba. El kell menni itt a garázsba, gyerekek, jó van? El kell menni itt Elbognak a izébe. A fő területébe. Kell, ott van egy garázs. Oda fog érkezni majd a Volvo. Jó van, gyerekek? Olyan Volvo lesz, beszartok. Ott biztos beszartok. Én mondjuk nem, mert utálom a Volvókat, bazd meg. Kurvára utálom a Volvókat. Körmedvény az egész, de meglátjuk, mi fog belőle kisülni. Jó van, gyerekek? Induljunk már! Oda kérjám az időbe! Na. Hogy a picsáját már, bazdmeg, hányszor kellett betenni őbe. Állj már odébb, gyúra, bazdmeg, nem látod, hogy én is élek? Sietnék el innen nagyon?
Már nem mondjuk, van még itt hely. Lehet, hogy bemutathatom majd hamarosan nektek az új kolleginámat. Nekem lesz a mai Midfarer. Jó van? Kapaszkodjatok. Menni kell be a centrumba. Hát engem itt várnak, bazeg, rendőri fogadtatás van. Persze. Figyeljetek ide, gyerekek! Elmondom nektek, mi a haditerv. Jó van? Mondok, hogy te terveket, tervezeteket fővázolok nektek, úgyhogy kapaszkodjatok, mert magas lesz szám, bazd meg, jó van? Nem ám itt azért kicsit úgy terjedtek le mindent, ami közeltekben van, nem? Most rám kell itt koncentrálnotok. Mert most itt azért komoly dolgokról lesz szó. Jó van? Tiszta kártya az egész, bazd meg. Ezzel akarják itt kiszúrni a szemem. Na. Figyeljetek ide, jövő héten elmegyek egyet Amerikába. Körbe visznek benneteket ott egy kicsikét. Nem tudom, hova megyünk még pontosan, majd meglátjuk. Meglátjuk majd. Tökköm tudja, hogy itt elmegyek balra, az kész. Aztán... Emegy a vészvillogó. Emegy, hát bazen, persze, hogy megy a vészvillogó, hát én vagyok maga a vész. Ha jelzem, hogy jövök. Készüljenek, meneküljenek előlem, bazen. Kitaposok mindenkit. Ha velem itt ne akarjanak akadékoskodni, érted? Hát ez jelzés nekik. Könyörület. Ha figyelj ide, aztán elmegyek egyet Amerikába, jó van, gyerekek? Aztán nem tudod, mi lesz. Hol a garázs, bazen? Ott a garázs, nem? Mi? Gyerekek. Ott van. Ott van bizony. Milyen Marika? Ki beszél itt Marikáról, Andris? Ha hova beszélsztek? Ha. Át kell vennem ezt az ingatlant. Aztán ide fog érkezni a kamion. Bizonyám. Beszartok. Na aztán! Hova gurul a kamionunk, te? Állj már meg, basszik, hova az anyádba mész, te? Hát ez elgurul a halálnak a... Öcsém, hát... Komolyan mondom, az ember esze megáll teljesen. Hova leparkoljuk ezt itt, jó? De félreállunk vele, aztán kész. Átadunk a manba, vagy mi a Volvo-ba. Ha jó van, gyerekek, akkor tetszik a haditerv itt, amit fővádoltam nektek? Elmegyünk Amerikába akkor jövő héten. Aztán visszajöttem Amerikából, akkor lehet, hogy egy-két sofőrt azért beengedek ide magam mellé. Jó van, gyerekek, itt, mert itt azért jövő hét utáni héten előfordulhat, hogy itt azért, hát most itt egyeztetések folynak. Úgy képzeljétek el, egyeztetések folynak itt a titkárnőmmel, meg itt a, önnek az ajánlatok, tudjátok, aztán... Hát gyerekek, beindult az élet, bazd meg! Érted? Ide menjek fuvarozni, oda menjek fuvarozni, hőség zavara van. Érted? Jó van? Úgyhogy ezeket a fuvarokat majd együtt kell megcsinálni, jó van, gyerekek? Úgyhogy nem tudom, hogy ki akar jönni fuvarozni, én ki fogom taposni a belét annak a sofőrnek, aki hozzám jön. Úgyhogy úgy készüljön, tehát majd itt fogunk egy tagfelvételt hirdetni. Jó van, gyerekek? Akkor majd megyünk fuvarba, bazd meg egy-két helyre, mert van, amit itt, hát itt van fönt skandináv félszigeten egy bánya, bazd meg, ahol el kell menni, meg, tehát az vannak itt veszélyes terepek, tehát ide kell biztosítókocsi, kell mindenféle apjafasza. Úgyhogy itt nagyon-nagyon résen kell lenni, gyerekek, jó van? Tehát itt a veszélyes terepre megyünk. Úgy képzeljétek ezt el. Nagyon veszélyes terepre megyünk. Úgyhogy akárki nem fog jönni, ezt előre leszögezném.
Nem amit nekem bazdmeg, ide jönnek majd az alkoholisták. Gyerekek, kis angyalokat szerették látni magam körül. Kis angyalokat, jó van? Kis angyalokat. Aki csinálják azt, amit mondok, jó rabszolgákat szeretnék én. Jó van? Meg lesztek fizetve rendesen, jó van? Na, mit szóltok ez? Hát kicsit azért örüljetek, csináltok úgy legalább, mint hogyha örülnétek neki, mert azért figyeltek, ez nagyon komoly áldozatám tőlem, bazd meg. Jó van? Tehát azért én akkor fölveszem ám a nagy pénzeket, megosztom veletek. Hát ez azért komoly gesztus. Nem gondoljátok? Mi? Le vagytok fagyva, merevedve, mi van veletek? Munkaszerződés, ha persze, hogy lesz, hát figyelj ide, hát hogy ne lenne, ne viccelj. Ha elmagyarázod, mi az a munkaszerződés, akkor lehet, hogy lesz, igen. Jó van? Jó van, megbeszéltük, span. Kánova. Káunfield. Gyerekek, mi van veletek? Igen, meg vagytok itt szeppenve, mi? Sokkot kaptatok itt az ajánlatomtól, mi? Hát figyeltek ide, hát azért van meg. Én nem izélek én. Én nem szoktam itt picsázni, tudjátok, már megszokhattátok. Hát remélem megszoktátok. Ha nem, akkor még meg kell szoknotok, mert ezeket nincs itt. Na jó van? Hol van az a kibaszott Volvo? Gyerekek. Jó van? Hát azért nem akármilyen Volvo lesz ez ám. Nagy lófasz ez szerintem, de mindegy, ezeket ne bazd meg. Hát ez mi? Hát ez hova az anyjába ment ez te? A bazdmeg, itt a gyerek az nekem félre kalibrálta megint a rendszert, vagy mi van? Mi a lófasz történik itt te? Jött a technika ördöge? Elvitt bennünket a picsába? Hát szépen vagyunk akkor. Ó, hogy az anyja picsája te. Hát itt akkor lehet, hogy nem volvózunk, gyerekek. Nem baj, ne aggódjatok. Alig bátyátoknak mindenre van ötlete. Mindenre. De ha nem lesz volvó, akkor nem lesz volvó. Ki a szart érdekel? Jóval Andris, kicsit azért vegyél vissza, légy szíves. Hát előfordult, hogy a taxisok intézték ezt is az apjuk faszát, igen. Na jó van, azért látom, láttak benneteket, hogy azért meg vagytok illetődve rendesen. Jó van, örülök, örülök! Gyerekek, jó van, meg lehet nyugodni. Na, jó van. Díjazom nektek nagyon ezeket a gesztusokat ilyenkor, tényleg. Le vagytok nyűgözve, látom, jó van, majd akkor is legyetek lenyűgözve, mikor tálalom nektek a megbízást. Jó van, akkor is legyetek majd lenyűgözve itt nekem, nehogy itt aztán meglegyetek szeppenbe, bazdmeg, akkor itt aztán leszámhatsz a cáré. Hogyne. Na? Gyerekek, mit szóltok? Ali, bátjátok, milyen kamiont intézett? Egy szarkupac Volvo megint. Zsírúj, hozzám dobták. Gyerekek, na? Na mi van? Ugye? Gyerekek. Ugye? Azért beülünk a luxusba egy kicsikét. Érted? Megnézzük a luxusba, az meg. Megnézzük egy kicsikét a luxust. Mindig is ki akartam próbálni, hogy ez hogy működik. Térden állva könyörgött nekem itt a Volvóba, azok vigyen már el ezt a körre. Kicsit úgy járassam be, azok elmondhassák róla, hogy ezt Lajos bácsi bejáratta. Hát mondom, apátok faszát, jó van, gyerekek, adjátok ide, na. Na gyerekek, kicsit lazuljunk el, bazdmeg, mert látom, be vagytok feszülve. Már csak emlék! Már csak emlék!
mikor még nem voltál. Az volt az igazi nyár. Az idő oly gyorsan száll, amikor nem vagy itt velem. Ha nekem ez a piros kell, bassz meg ez vadít. Mindenki zajra felébredek, mert azt hiszem megjöttél. Kicsit azért belazítottalak benneteket, úgy látom, itt bevultatok merevedve, láttam ám. Úgy bevultatok álva, gyerekek. Anyám. Mi? Kicsit azért kilettetek hozva. Bevultatok itt egy kicsit kényelmesedve. Kicsit úgy kipingálgatjuk a járművet, mit szóltok hozzá? Kérünk rá minden lófasztán, ne gondoljátok azt, hogy nem. Ha nem a fasz, nem. Hova gondoltok, bár? Persze. Érted. Jó van, gyerekek? Érni kell erre minden, gyerekek, mert nem lehet amit. Nem lehet csak úgy ezeket félvárról. Na jó van, figyelj ide! Kurvára elegem is tettem be a szarból majd. Ja. Mi van? Mi van itt? Mi van? Mi hova anyádba akarsz itt távolítgatni? Mit akarsz te távolítgatni? Mi van? Gyereke, nekem ebben GPS nem kell, bazd meg! Nekem ebben ne rakjatok GPS-t! Én mondtam nekik, ne kavarjanak itt nekem, bazd ki, mert igen ideges leszek ettől GPS, nekem ide nem kell. Jó van? Nem kell ide nekem, bazd meg ilyen... Jaj te! Ágikát nem tudom oda rendelni! Az meg! Hát megígértem Ágikának, hogy hozom magammal! A szentség itt! Igen, meg fog haragudni rám, gyerekek, bazd meg! Bassza meg! Hát ez egy nagyon nagy lófasz! Ez így... Nekem annyi! Engem itt igen el fognak tenni lábaló. Na jó van.
Ha, mit szóltok? Mit szóltok? Ha? Ha? A nagy szar. Nagy szar az egészet. Tehát figyeljetek ide! Régen megjelentem volna ilyennek, te rámba kirögtek volna. Elmondom nektek. Ha mi ez? Ez nektek kamion? Ezért vagytok oda? Hát szégyeljtek magatokat, ez nem kamion. Az a kamion, amikkel eddig mentem. Nem a Volvóval. Az a szarra, bazd meg. Az, jöttek is elő, az fölrepítette a fának a tetejére, bazd meg. Az nem kamion. Nagy lófasz az. Örekek. Ne hülyéskedjünk pályt. Érted. Na. Mi van? Ó, hogy az anyja picsája az. Gyerekek, itt meg vagyunk ám kavarodva most nagyon. Jó van, gyorsan itt lerendeztem mindent a titkárnőmmel, bazd meg. Jó van. Itt vagyunk ugyanúgy elbagva. Nem itt vagyunk? Hát milyen Rodostó, bazd meg? Ahogy kerülök ilyen Rodostóba, bazd meg, amikor elbagba kéne lennem? Szar a GPS. Hát hova rendezgeted itt engem te? Mi? Elbag. Hol van itt elbag? Elmegy a picsába ez a szar. Hát te. Figyelj ide, hát ez... Jó van. Röffeltsük be ezt a szarkupacot. Elgurul, nézd meg! Na mi ez, bazd meg? Ha nem is hallani a hangját, te! Ez! Hát ez úgy le van szigetelve, bazd meg, hogy meg se hallják, hogyha itt fingok egyet bent a kabinba, te! Régen meg azt rögtük, bazd meg, ott a piros lámpánál lehetett hallani régen, mikor rotyogtattak a kollégák, baszki. Hát ez, ennek nem tudom, mi értelme van. Mi ez itt? Jaj, te, azt se tudom, mit kapcsol. Tele van az egész kapcsolóval, bazd meg, az egész kabin. Minden kapcsolóból áll. Hát hogy gondolták ezt? Ne bazd meg. Egyszer megnyomom a gombot, azt lemegy az ablak, de nem teljesen. Hát mire jó ez? Nem lehet kikönyökölni, bazd meg, levágja a kezem, bazd meg, erre ráteszem a kezemet. Nem így van? Mi ez? Ó, gyerekek, ez nagy lófasz, hát ez... Figyelj ide! Ez nektek kamion, ezért vagytok oda. Le se lehet normálisan padlózni, bazd meg. Hát le van szabályozva az egész, visszafolytott szarrendszeren alapszik az egész. Hát én ilyeneket szeretem. Nekem nem magyarázzatok, hogy ez nem így van, bazd meg. Hogy ne lenne már így? Na jó, mert kicsikét ilyenkor figyeltek ide azért az akadémián, megmondom nektek, ilyenkor mit szoktok tanítani. Mindig az ülésbeállítással kell kezdeni. Így nem olyan ez, figyelj, de nem kell itt halálra évülni egyből. Zene meg hova lett közben? Halálra vagytok itt egyből rémülve, baszki. Ja, ráállítunk erre a kormányra, baszki, mert... Kicsit magunk felé kell dönteni, mert ez így el van havazódva teljesen. Már de jó ez így? Gyerekek, ez akárhogy űröm, csavarom, ez így mindenhogy egy nagy izé. De hogy állítom ezt a szart? Hát ennek nagyon szar hangja van, te! El kell vinni a szervízbe, bazd meg! Egy nézhessék meg egy ízé kuplungot! Meg kell nézhette kuplungot, a kerreg! El kell vinni azonnal. Itt valami nem stimmel, gyerekek. Ez a Volvo, ez...
írtó nagy átbaszás. Lehúztak engem most ezek teljesen. Egy rövidebb útra fogjuk ezt csak elvinni, bazze, mert ez már most nekem nagyon nem tetszik. A szép hangja van, de mit kalimpál nekem itt a váltó, bazd meg. Ki se jöttem a szervizbe, azt már rossz a váltója, érted? Há, hogy lehet így? Hogy lehet így, bazd meg? Ha megy a gépé, és el kell menni szervizbe hajnak, ha nem kell aggódni. Jaj! Nagyon aggódsz, nem kell aggódni. Működik hát persze, mert el kell menni szervizbe sürgősen. Hogy de. Ne aggódjál. Intézünk mindent. De megy ám ez, mint a rakéta. Csak ez a kurva kalimpálás te lenne, bazdmeg. Ez engem ki fog hozni a sodromból pillanatok alatt szerintem. Föl is húzom ezt a kurva ablakot, bazdmeg. Nem csodálom, hogy ilyen jóra csinálták meg a szigeten és te. Nem csodálom. A nagy lófasz ez. Jaj, de hát de ki az az ember 80-100 milliót, aztán kapsz egy szart. Egyből mentünk a szervizbe. Ez a szervíz itt elbakba. Hát ez aztán. Adjatok ide nekem valami normális váltó. Nincs ebben valami normális váltó? Ha velem itt ne picsázzatok ezzel a szarra. Várjál. Nekem ez kell. Hát ez most is itt kalimpál, te! Csörömpöl a váltó! Végig csörömpöl ez a szar! Aaaaaa, gyerekek! A Nagy Iván faszát csörömpöl ez itt hát! De kurvára elegem van a Volvo-kból! Hú, de elegem van! Hát minek csörömpöl ez itt, bazd meg? Most nem hallom, bazd meg. Hát most is kalimpál, gyerekek! Csörömpöl! Peccó is most énekel, bazd meg. Hát ez komolyan, eddig meg hol volt? Ezt mondjátok meg nekem, mi? Na ezt még megnézzük, azt elvisszük ezt a picsába. Na most már igen elegem van. Jó, gyerekek! Keresünk valami fasz a fuvart. Azt elhúztuk a picsába innen elbakból. Magányról álmodik a remény, ahogy megjöttél, rögtön összett. Majd hirtelen tél, más lesz a föld és más a világ. Megyünk éjszakra! Ez a miénk! Ez a miénk! Na? Honnan kell menni? Ma már csak emlék. Hadd nézem a szállítót, bazd meg. Mikor még nem voltál, az volt az igazi nyár. Chloe! Visszük a salhoz, kuvola! Kuvola gyerekkel, kuvola kell! A legszebb pillanat, föl éjszakra, faszba! Ennyi! Egyszerű! És a vonatra felszállsz, könnyed szemmel arra gondolok, nehogy lemaradjál! Jönnek a boldog szép napok, ég veled! Te
eltűnik a kis buzinak egyből. Ha intek neki, észre se vesz. De bemutatok, akkor egyből észre vesz. Mi van? Irigyli tőlem ezt a szarkupasz Volvót, mi bazd meg? Most bedurvulunk egy kicsikét, gyerekek. Erre kell menni, erre talán. Kicsi vagyok, kicsi vagyok. Ha megdöbök, beléd rugok. Figyeljetek, látod, hogy te egy kicsikét elragadtattátok magatokat. Ti követeltétek, hogy hangos, csak egyet az erém baszki, nem? Most csak el vagytok szállva, hogy hangos? Hogy van ez? Mindig az a baj, mi van? Tudom, hogy megy ez. A gyerekek, figyeljetek ide. Beállítjuk a tükröket. Megmutatom, hogy kell szakszerűen beállítani a tükröket magunknak. A múltkor is megmutattam én, az folyamatosan zaklattatok engem, hogy kell beállítani a tükröket, bazd meg. Le lehet szállni rólam. Megmutatom én nektek. Így kell beállítani szakszerűen a tükröt. Így. Hogy egy kicsikét a kilincsenet lássad. Itt látod a kilincsenet? Ott van. Ott van, látod? Na. Így kell beállítani a tükrödet, bazd meg. Ez olyan nagy dolog. Oh. Ezt meg így. Érted? Mind a kettőt ugyanúgy kell beállítani, egy kilincs az látszódjon, egy kicsikét az ennyi. Gyerekek, nem kell itt picsázni. Megmondtam én ezt már mikor? Nem kell itt izélni. Ja, mindig jaj, veszékelnétek legszívesebben. Azt vettem észre. Nem kell jaj veszékelni, jó van? Minden jó. Kicsit az ülés mondjuk átrépcsúsztatom, azért, hogy beleharapok mindjárt a kormányba.
egy erősebb féktábla. Ez azért elég ingoványos utakon megyünk ám, majd itt megyünk ki Litvánokba. Hova megyünk még itt a... Üzbegisztán, itt van itt errefele, tökön tudja, teljesen minden gyerekek, holába kell menni, finnbe, eljünk finnekbe, finnekhez, gyerekek, jó van? Kicsit induljunk meg akkor, ha le vagyunk ám maradva, mint a lófasz, induljunk meg szépen. My name is Bond. Gyerekek, a zenét azt mondom Discordon! Discordon megtaláltok mindent, bazd meg! Ne picsázzatok itt velem! De figyeljetek, merre kell menni, bazd meg! Halló! Jó, te dolgozol, azt sem tudod, hol vagy, bazd meg, idióta. Merre kell menni? Kurvára nem tudom! De vegyünk itt erre, gyerekek, jó van? Ver a húzat. Na, addig örülj neki, még nem én verlek, bazzak. Mi az, hogy ver a húzat? Hadd verjem, bazzak, hát... Olvad a tökön, bazz meg. Ne idegesítsél. Az anyja picsád. Már lakott területen belül is vannak vadak, vagy mi van? Merre kell menni, hajnalka itt vagy? Betápláltad itt az élet? Nem jó. A lengyelbe nem megyek én, az kurva élet. Nem, kollega, el vagyok tévedve, bazza. Merre van izé? Kubola. Kubolába kell menni. Mi? Hol vagytok, gyerekek? Elindulunk a másik, szerintem másik irányba kell, bazzai Maribor tért meg, ezért Danskot, meg ezért Varsót. Varsót tudjátok hol van, bazzai délre? A Varsóból jöttünk, hiszen bazzai, hát persze. Hát én tudom ezt. Fú, de egy undorító poskupasz ez a kamion, föl kell húznom itt az ablakot, bazzai, meg kell sülni. Légkondi sem működik ebben a szarban, vagy lehet, hogy hát nincs is ebben légkondi szerintem, bazzai. Hát egy te, figyelj, Volvo az? Volvo az? Volvo. Az meg 28 kátyú, bazd meg. Ecskemét fele kell menjek. Még merre van? Ecskemét, nem tudom miért, Ecskemét, bazd meg. Hát de te, hát erre izé, Dansk meg Varsó. Ha minden út Varsóba vezet, hát hogy lehet ez, bazd ki? Mi? Hajnalka! Hol vagy? Kezdek nagyon begurulni. Danskba nem megyek, az biztos az ezért fele van. Nyugodt, gyerekek, nyugodt. Voltam ott már sokszor. Malbork! A gyerekek, Malbork! Az kell nekünk, az nem Maribor. Félre vezettetek engem, bazd meg, nem? Na, mi van itt, gyerekek? Le van engedve a kamion? Minden lófasz. Minden lófaszon fennakad ez a szar. Hát erre nincs is út! Hát erre nincs is út, baszki! Mi? Hát le van zárva minden, és akkor arra mi van? Kubolába megyünk hajnalka, hát így figyelsz! Kubola! Finnbe megyünk! Megyünk a rokonokhoz, baszki! Ahogy de! Legalább ott majd megértenek egyből, hogyha eltévedek, baszki! Anya picsáját! Minden lófaszon fönnek a... Mi ez te? Kibaszott Volvo! Oda megy, amerre nem kéne, baszki! Tehát ebben semmi intelligencia nem szorultál! Hát ez valami döbbenet, te! Ha nem látod, be van dugulva a leállósább, bazd meg! Ilyenkor tessék beengedni, kicsit lépj oda a gáznak, ne sajnáld! A gyerekek, jönnek a táblák, most kell nagyon figyelni, figyelj oda! Mi van? Mi a lófasz? Gyerekek, nem jó fele megyünk, bazd meg, nem? Indul a hat hengeres lövés!
Fölő meg rus. Mi van? Amit tudom, én megyek, én jobbra, az kész. Egyenesen nem mehetek. Arra van izé, farsó. A farsó az gyerekek halálra van ítélve. Az meg tudódott, le van húzva az ablak, gyerekek, miért nem szóltok, ezért van itt bent húzat, baszki. A személy mindjárt izé, lefagynak a tökei. Szegény gyerek rosszul van, az már szédül, úgy fázott. Na, Grecsotki fele kell menni, na az nem jó? Grecsotki. Grecsotki. Jobbra Grecsotki. Mi? Grecsotki mehet akkor, gyerek? Hát ez nem jó, bazd meg. Egyenesen? Vagy mi van itt most? Megkavartatok? Teljesen elvittetek most, bazd meg, nem tudom már hol vagyok én. Grecsotki az hogyan lenne már lengyel, te? Az orosz. Orosz lengyel. Hú, te! Százzal megyünk ezzel a szarkupacsal, gondoltad volna? 70 liter zabál! Hú, basz meg! Na most mit tudom én, mi van itt, te? Na milyen határ ez? Milyen egyenesen, bazdnak? Egyenesen nem lehet menni, te! Lezárások vannak! Gyerekek, hát hova figyeltek? Ne akarjatok engem elvinni, Hajnalka! Hajnalka meg hallgat! Hajnalka, nagyon nem leszünk így mi jó viszonyban! De azért most nagyon sok van a rovásodon. Rengeteget tudnék fölemlegetni most a te számládra. Na! Gyerekek, figyelj ide! A sport! Oké! Hát te nem tudom, mit mi a lófasz van, te. Passportot kérnek, hát akkor ez határ. Hát hova megyünk? Hát visszafele megyünk szerintem, gyerekek. Where am I? Eh? Hol vagyok, bazd meg, mondd már. El vagyok téve, de nem ide valósi vagyok, baszke, nyikkanjál már meg. Hát tudjam, fasz, hát ezt bazd meg se mondja. Na jó van, szevasz, öreg. Hú, bazd meg. Sorompó fel! Csíra, emeld már fel sorompót, jövök ám, bazd, nincs fékem. Ez mindig bejön, bazd meg. Mindig bejön. Alfaszok. 41 tonna az ősúlyon. Hát nem is sok. Abból mennyi vagyok én? Hajon. Miért nem égyek oda? Nem így van? Bazd meg, miért nem? Hát itt nekem itt minden grammal el kell számolni ám, gyerekek. Hát ott ki lehetett volna menni. Hol a... Gyerekek! Basszátok, mert reptéren vagyunk. Te! Léket kaptunk, gyerekek, léket kaptunk! Mi a lófasz ez? Bazd, tanuló pálya, rutin pálya az retardáltaknak, vagy mi van? Ijjaj, beton, beton töm. Hát a kurva anyját, te, hogyan fogom én visszaadni ezt a szarkupacot majd? Nem fogják elfogadni. Hajnalka, ne játszod most itt a sértődöttet, figyelj ide, itt aki meg van sértve, az én vagyok ám. Mesélj nekem arról, légy szíves, hogy merre kell menni, baszki. Hol vagyunk egyáltalán? Lengyelországban vagyunk! A lengyel zászló! Mondtam én, hogy rossz irányba jövünk, de csak jöjjünk erre, jöjjünk, eljöttünk, tessék! Itt már lezárások vannak. Gyerekek! Ó, bassz meg. Én oda nem megyek ám el. Orosz határ! Ha várja, Oroszországban vagyunk már, bassz, nem is lengyel. Lengyel-orosz határ. Na, ezt mondtam én, Greckova. Greckova az ez, lengyel... Ez egy határ. Lengyel-orosz. Gyerekek, mondtam én, nem kell izgulni. Ez jó nekünk? Hajnalkám, mondjad, légy szíves, drága szívem. Mi van veled?
baszki, nem tudok ám rád mindig figyelni. Mindig akkor beszélsz, amikor én itt izében vagyok, sztoriba. Mindjárt, amikor sztoriba vagyok, akkor nem tudok én itt izélni, baszki. Hát én nem te vagyok, én egyszerre két dologra tudok figyelni maximum. Nem szeretem azt, amikor megosztik a figyelmem. Munka rovására megy, a minőségre, érted? El kell, hogy magyarázzom. Tudod te, hogy van ez? Visszaismersz? Ne tegyél ilyen kógy, mint hogyha nem ismerné. Lehet, hogy kicsikét túlvállaltam magam a mai napra, bazzeg, este még mennem kell lakziba, bazd meg. Mert figyeljétek meg, bejelenti nekem Aronka mindjárt, hogy izé. Lakziba még nekem kell énekelnem is, meg zenét. Ezért lejátszalom. Akkor eltakarítom ám őket a picsába. Vele nem fognak itt ezek szórakozni. Mi van? Nem jó fele megyünk? Hát miért nem? Hát hogyan nem? Hát oroszokban vagyunk. Az még nem jó. Fölfordulunk észak fele, az kész. Le van zsírozva minden. Várnak ránk orosz határon. Tábla meg sehol. Oroszország az gyerekek, az ilyen ám. Fórolnak a táblákkal rendesen. Oda, nézzek! Nézd meg! Ötte gázolajkút mondjuk palám. Oda, hogy meg lehetne tankolni. De van üzemanyagunk, te! Mi? Mi van, gyerekek? Jó minden akkor? Szóljatok! Most még időben vagyunk. Megyek ám, mint a rakéta, baszki! Hosszoljatok, mert fölgyorsulok 150-re, akkor ott már nem állok én meg. Akkor megyünk, amerre megyünk, azt majd megkerüljük maximum a földet. Ez, figyelj ide! 150 fölött én már nem lassítok. Ott már nincs értelme. Hol van, gyerekek? Ez így kell hozzáállni, baszki, nem lehet itt. Lehet itt kompozni, persze, hogy lehet kompozni. Pint fél, de lehetne. Oda szólunk időben, azt kompozunk egyet. Kis bazd meg, garázs. Hoppasz, hát így. Kerek meg itt lassúzik. Te, ha ide figyelj. De most ott jobbra mi van? Park? Valamilyen cég? Kaliningrádban vagyunk. Ó, itt szolgáltam. Gyerekek, voltam itt. Kaliningrad. Na most akkor merre? Mamonovo, Moszkva. Moszkvába nem kéne menni, akkor merre? Balra? Vissza le balra, bazd meg, vagy merre? A Moszkva az befele van, gyerekek, japánok fele, ne menjünk el. De nem jó. Le a izébe. Menjünk le a vizé kikötőbe, ezt kompozunk egyet, gyerekek, mit szóltok? Így van, ott szerintem van is itt ismerősöm, lengyel-orosz határon azért. Van egy két címbora. Szerintem még a régi időkből. Nem látjuk, jó van? Gyerekek. Ilyenkor de hiányzik Ágika, bazd meg. Kurva, 700 lát bele. Ebben a Volvo-ban alig van helyám, gyerekek, itt egy ember alig fér ám el. Nincsenek amúgy semmi értelme ennek a Volvónak, ez semmit. Anyádat is engedd el, te! Hát ez neki van elsőbségadás kötelező táblája, nem? Vagy mi a lófasz ez a háromszög itt? Tehát nem azt jelenti itt Oroszországban? Itt az, annak van elsőbség, aki nagy gázzal megy be a kereszteződésbe, vagy mi? Hát jó tudni! Így is nyomhatjuk, gyerekek! Nincs probléma! Mi van? Honnan jön, vagy mi a lófasz? Hát mit tögypörgünk? Állj, ott a vonat. Hát mondjad akkor, gyerekem. Na, onnan találjam én ezt, kérted? Nem vagyok én gondolt olvasó. Kurva, hogy ha jöjjön a lemez.
compressero di cici e basini in barbe e cioioi. La sognarezza là. Così toxic. Guarda che bekem, Ulti, most a lemaradás, mert szerintem le vagyunk maradva. Figyeljetek, ez a kompos megmenthet ám, de ha más sem nincsen komp, akkor én bazd meg átúszok, engem nem érdekel. Én nem fogok itt picsázni a szétszentség. Engem itt nem állítanak meg. A yardok azok itt őt vigyázik el, orosz rendőr az nem gatyázik, az kikapám a sorból rendesen, vigyázik el nagyon. Az a piros lámpa. Köszi Máté! Kaliningrad. Kapja faszát. Veled is toxic. Tallinnból megy a kom. Ha ne bassza hajnak a komolyan, milyen, hol van itt Tallinn? Hogy Tallinnal nem is találkoztam még eddig életem során. Kaliningrádban vagyunk. Innen nem tudsz intézni egy kompot nekem? Ha intézi egyet, légy szíves. Szóljál oda, légy szíves, jövök 41 tonnával, aztán menni kéne, el kéne vontatni, baszki. Vizen keresztül. Jó, ezt nem lehet elrontani. Lezárás jobbról, balról, akkor csak egyenesen lehet menni. Nagy a baj! Nagyon nagy a baj, gyerekek! Hát engem átbasztak! Hát egyenesen a, lehet, hogy kumpan, de hát a kurva anyját le van zárva az út! Ilyen komi van! Engem itt nagyon átvertek. Megint eljöttünk addig, ahol már part szakad. Ó, te! Papásba az első városig nem tudunk eljutni, bazen normálisan. Egyik országból a másikba nem tudunk átmenni. Félrevisztek mindig. Várj, ott vannak a kompok, nem? Az nem komp? Gyerekek, itt sehol egy komp. Ó, faszani, nem komp. Kaliningrád, akkor kifújt, kész. Ennyi volt, gyerekek. Gyerekek, én nem akarok ott elmenni, gyerekek, mert már nem érje a hőzét, kikötőt. Figyeltek ide, bemegyünk ide. Bemegyünk a sűrűjébe, szerintem itt lesz valami. Itt kell lenni a izének. Kikötőnek. Figyeld meg! De a kikötő nincs is, akkor reptér az vagy valami lófasz, az biztos lesz itt. Ez biztos, ez így szokott lenni a Kaliningrád, az nem kis település. Régen legalábbis. Ez nagy voltám. Ez volt a közé, fővárosa oroszoknak. Hogyne. Bizonyám. És a vasúti szerelvények, jobbról, balról. A bazen, megy a motor egyáltalán, gyerekek, vagy villanymotorral megyünk megint? Tehát ez a Volvo, ez, figyelj ide, tehát ez nekem, ez nekem, ez nem. Ez nem fekszik. Ne! Bazd meg. A megint vonat. Tele van a tököm. Hogyan fogunk mi innen kikeveredni? Nagyon elvittetek most a sűrűjébe. Hát de merre kellett volna menni? Ugyebár. Az itt a kérdés. Jobbról, balról vonat. Hát ez az.
Körforgalomban mi a lófaszért nincsen tábla? Pontosan. Végre valaki rájön, bazd meg itt a dolgokra. Hát de hajnalkal, figyelj ide, azt se tudom merre van Észtország. Nem, hogy Tallinn. Azt mondja, menjünk Tallinnba. Hogy megyek én Tallinnba, amikor azt se tudom, hogy most hol vagyok, meg hogy jövök innen ki? Hát én megőrülök. Én kurvára megőrülök. De itt is van, de lófasz tábla. Semmi sehol. Csak ennyi, amerre látsz, az kész. Majd lesz valami. Mercedes gyár, bezzeg azért van ám. Az van. Az nagyon kell ide Kaliningrádba. Ó! Na oda néz! Anyádat te, így kell megállni itt, ülj a gyerek! A majdnem föltoltam. Merre? Moszkva? Az Moszkva, az nem jó. Mamohobo, az merre van? Noneboe? A merre? A Moszkvába nem megyek én. Gyereket! Én innen addig nem megyek el, egy tapottat sem mozdulok. Hát de mamohobó, hát az ciril betűket, az meg, hát... A Moszkva fele kell menni, vagy nem Moszkva fele kell menni, gyerekek? Jobbra! Én elhiszem nektek, de eddig is hittem. Azt valahogy csak kikötöttünk itt Oroszországba. Most tudjátok, mit csináltatok? Elmondom nektek. Eljöttünk jobbra. Ez azt jelenti, hogy mindjárt Lengyelországban vagyunk. Elmondom nektek, ez lesz, hamarosan. Aztán majd megint lesni fogtok, hogy ó, Lengyelországban vagyunk. Hát, én szóltam előre, bazd meg. De menjünk, tudjátok, én ráérek, bazd meg. Tudjátok, nem kötelező itt haladni. Hát itt föl alá futkozunk, mint pók a falon. Ez az. De már mindenki rajtunk röhög. Ezen sincsen. Te várjál, az előbb itt jártunk, nem? Bazd meg. Az előbb itt jártunk, te. Ó, bazd meg. Hát én itt megfordulok. Elnézést kérek. Hát ez miért áll ez meg, te? Hát ez... Kinek vizész te itt, bazd meg? Mi az, hogy megállít engem bárki is? Olyan nincsen! Hát menjek ki mindenki, mint fos a libán! Úgy van. Nagy gázzal kell menni, be ne szoruljunk. Megyünk egyenesen, gyerekek! Hobo-hobo! Valahonnan az ismerős. Bazd meg. Bazd meg! Nem tudom meglassítani a járművet, érted? Nyomom a féket, két lábban nyomom a féket! Kettővel! Azt nem áll meg! Hát nem tehetek én erről. Szalad, kész.